stepping out, dressed for action. Your daddy don't know. A Citroennél is leesett a tantusz, amikor úgy döntöttek, hogy azonos padlólemezre különböző modelleket építenek. Tulajdonképpen ezt a módszert a Volkswagen már nagyon régóta csinálja, és a svájci óraipar lehet talán ennek az alapja, ahol ugyanazokat a verkeket különböző márkájú modellekbe teszik, és jóval több pénzt is elkérhetnek ugyanazért az egyszerű szerkezetért. A Citroen egyébként a C-sorozatát nem esíti, a C-sorozat alapelemei szerepelnek a DS változatokban, a DS hagyományosan a régi nagyhírű DS sorozatra támaszkodva egy rangosabb megoldást jelent. Az autó egyébként alapvetően ugyanaz marad, ugyanaz a padlólemez, ugyanaz az első felfüggesztése, egy MacPherson, hátul pedig egy csatolt lengőkarpár, de érdekessége az, hogy talán a sporttapasztalatokat felhasználva lényegesen finomabb rugózást alakítottak ki. Most megállunk egy pillanatra. Azt szerettem volna, hogy jól hallatszon, ennél szebb ajtócsukódási hangot, kilincsmozgási hangot talán még nem is láttunk. Itt az is látszik, hogy ilyen finom gumikitöltő anyagot tettek a résekbe a szélzaj csökkentésére. Visszatérve a felfüggesztésre, a versenytapasztalatból vett példák alapján lényegesen finomabb a rugózása, sokkal sportosabb, de ugyanakkor nagyon jól irányítható, és a hasmagasság is javult. Belül a kialakítás, noha egyszerű műanyagokat használ, kevéssé kárpított, de mégis ezek a műanyagok olyan finoman vannak kialakítva, hogy valóban nagyon jó hatást mutatnak, félkemény az oldal kárpítja az ajtó felső részének, itt kifejezetten puha műanyag. Ha betekintünk, akkor ez a prémium légkör, ez lényegesen jobban átítat, a kiképzése a kormánynak, az üléseknek az előbb jól látszott, szintén lényegesen kellemesebb, mint a C4-esnél, bár a C4-es egy nagyon finom autó ebben a kategóriában. Érdemes a pillantással elidézni ezeken a felületeken, a megmunkálási minőség, a résezése az autónak nagyon finom, látszik, hogy kétzónás klíma van benne, ez egyébként az 1.6-os dízelmotorral szerelt style kivitel, a sebességváltó egy robotizált váltóban benne, 6 fokozatú, nagyon jól működik, külön erényeit majd látszani fog, hogy látszik a bekapcsolt sebességi fokozat a műszerfalon. A műszerfal színe egyébként már csak a majomfogásból is változtatható, és a sebességváltó érdemeit látszott, hogy a kormány alól kilógott, hogy van 2 kar, amelyik a kormány mögött van billentyű, és azzal lehet kapcsolgatni. Ha kapcsolgatunk, akkor azonnal az automata állásból manuálisba megy át, és ami még külön megnyerő, hogy nagyon gyorsak a válaszadási idejei. Itt látszik, hogy bőségesen lehet a kormányt állítani mindkét irányban, tehát sugár és tenge irányban is. Eléggé magasan ül benne az ember, elég jó a kilátás, egy úgynevezett panoráma szélvédő van, amiből külön jól ki lehet látni fölfelé. Itt mutatom, hogy egyébként 220 volt is van a fedélzeten. Az átláthatóság egyébként ennek ellenére nem túl jó az autónak, a középső második oszlop nagyon széles, és hátra átlósan sem túlságosan jó kilátni. De ebben sokat segít a hátsó parkolás segítő rendszer, és ebben az autóban volt előzés érzékelő rendszer is, tehát figyelmeztetett, ha valaki az előzésükbe fogott a visszapillantó tükörbe. Egy pillanatra mutattam a féket, rettenetesen rossz a fékpedál elhelyezése, néhány perc után az embernek elfárad a lába, borzasztó magas, a sarkát nem tudja letámasztani, egy szóval kellemetlen. De a hátsó ajtónál vagyunk, azt mutatom, hogy nincsen ablaklehúzási lehetőség, sajnos ez egy nagyon balul sikerült megoldás, az 5 ajtós, teljes értékű, kompakt, úgymond családi autóban a hátsó ablakok nem mozognak. Ez a forma áldozata lett, az üveget úgy alakították ki, hogy fölül szélesebb, mint alul, és egyszerűen nem fér be az ajtóba, mozdíthatatlan. A hátsó hely tulajdonképpen eléggé normális, ez látszani fog. A magassága az nem túlságosan nagyvonalú, de a lábtér az föltétlenül. Ezt egyébként a 2612 mm-es hosszú tengelytáv is indokolja. A padlólemezt is mutattam, teljesen lapos. A hátrány még, hogy az üléseknek csak a háttámlája dönthető előre, és így lehet a csomagtérben teret nyerni, viszont vannak hátul felső
Isofix bekötési pontok. A motorja egyébként az autónak nem elég élénk. Ez egy 8 szelepes, visszaléptek a 16 szelepről. 112 lóerős a nyomatéka, 285 Nm 1700-as fordulattól adja le, 1750-től, és sajnos a váltó néha görcsöt kap, mert alacsony fordulaton igazából nem jelenik meg a nyomaték, ez egy kicsit kellemetlen. Itt azt mutatom, hogy a csomagtérben a világítást egy elemlámpa adja, és még szivargyújtó is van. A fogyasztási értékek nagyon jók gyárilag, 4,8 liter városban, 4-1 városon kívül, 4-4 a vegyes fogyasztása. Itt mutattam egyébként a generátort, amelyik motorüzemben is tud működni. Természetes tartozék a start-stop rendszer, talán a világ legjobb start-stop rendszere, egy külön kondenzátor csomag, és az önindító segíti a munkáját. Melegben csak a generátor be tudja indítani, rendkívül csendesen és 300 másodperc alatt indítja el, ami nagyon gyors. Itt látszik, hogy a turbót közvetlenül a hengerfejre tették, és alatta van a részecske szűrő. A DS4 összességében egy nagyon jó autó, de a C4-hez hasonlítva nem hozza azt a pluszt, amit a 6.950.000 forintos árától az ember elvárhatna. You don't know, honey,